Az, hogy a magánpálinka főzés adómentessé vált Magyarországon, nem jelenti azt, hogy megszűnt a főzéssel vagy bérfőzetéssel kapcsolatos adminisztráció. Az adómentességgel ugyan megszűnik a párlat adójegy, viszont a magánfőzőknek, mielőtt hozzáfognának saját részre párlatot készíteni, a NAV J49 jelű nyomtatványt ki kell tölteniük, és el kell küldeniük az adóhatósághoz. A személyes adatok mellett meg kell adni, hogy milyen mennyiségű pálinkát tervez készíteni, és nyilatkozni kell arról, hogy a magánfőzés szabályainak megfelel, vagyis 86 liternél nem több, 50 fokos párlatot készít évente, a pálinkát pedig kizárólag saját maga, családtagjai és vendégei fogyasztják el. A bejelentés alapján a NAV úgynevezett magánfőzött párlat származási igazolást készít és küld a magánfőzőnek. Bérfőzetés esetén az adómentes mennyiség ugyancsak 86 liter 50 térfogat százalék alkoholtartalmú párlat. Ha ennél többet főzett valaki, vagy a párlatot nem adóraktári értékesítésre szánja, akkor az adó hektoliterenként 333.385 forint. Becslések szerint hazánk bérfőzdéiben 2019-ben 8,5 millió liter 50 fokos pálinkának megfelelő mennyiségű párlatot állítottak elő.